Ez volt a Szervát ültetettek 20. országos találkozója, a Drapi Napok 2022. Ez egy jubileumi rendezvény volt, és hát nem csak a Drapi Nap jubileuma, hanem gyakorlatilag mondhatom, hogy ez a jubileumok éve volt, hiszen 30 éve kezdődött el a hazai szívátültetés, 15 éve a hazai gyermekszívátültetés, 15 éves a szervkoordinációs iroda, és 10 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország az Eurotranszplanthoz. Úgyhogy egy csomó olyan jubileum volt, ami mind a szervátültetettekért, a szervátültetés érdekében történt, és így a mostani találkozóra is a programot is ennek e köré építettük föl, ez alapján állítottuk össze. Borsi vagyok, Nagykanizsáról. Most lesz 30-án 5. éve, hogy új májat kaptam. Azóta nagyon jól érzem magamat, és azóta minden évben részt veszek Drapi Napokon, életmódtáborban, új barátokra teszek szert, akik most is itt vannak mellettem. Gabi vagyok, tüdőtranszplantált, és ma vagyok pont 3 éves. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most ezen a napon itt lehetek veletek, sorstársakkal. Én is rendszeresen járok, amikor van ilyen összejövetel. Minden nagyon tetszik, és köszönjük szépen a szervezést. Nagyon jól éreztük magunkat. Bea vagyok Nagykanizsáról. 1 éve vagyok vese transzplantált. Jól érzem magam nagyon, és jövőre is mindenképp szeretnénk részt venni ezen a rendezvényen. Én és a családom is, ők is nagyon jól érzik magukat. Szász Szemese vagyok Agárdról. 5 éve vagyok vesetranszplantált, és mindig nagyon jól érzem magam ezeken a Drapi Napokon. Szinte minden évben voltam, amikor megrendezték. Tényleg rengeteg barátot, nagyon jó élményeket szerez itt az ember, és reméljük, hogy még sok-sok évig együtt lehetünk és találkozhatunk. Pénteken a megnyitó után dr. Szabó Zoltán professzor úrral volt egy Csak ülök és mesélek, ahol Grózli Csaba kérdezgette a pályafutásáról, és szokásos módon azt gondolom, hogy fantasztikus történeteket hallottunk a szívátültetésről, arról, hogy ez hogyan épült fel, hogyan állt össze, meg magáról a professzor úrról is nagyon sok dolgot megtudhattunk. Mindig nagyon megható és nagyon érdekes az ilyen hatalmas tapasztalattal rendelkező és gyakorlatilag egy hatalmas életutat bejárt professzort hallgatni, hiszen ilyenkor rádöbbenünk, hogy mennyi tudás összegződik abban, hogy a szervátültetést el lehet végezni, és hogy ma már ez egy rutin eljárás. Nagyon szépre sikerült a díjátadó, és igazán a könnyek is kicsordultak a transzplantőrök szeméből, hiszen Festimi egy olyan fantasztikus anyagot állított össze hozzá, hogy ezt nem lehetett könnyek nélkül megállni. A kitüntetésekkel, az elismerésekkel, amik ma délelőtt volt, engem is megkönnyezett, főleg amikor Sallai doktort láttam, aki a gyerek vonalat vitte eddig, vagy viszi még most is, hogy körbeálltak őt azok a gyerkőcök, akiknek egy részét most én nézem. Nagyon megható. És hát utána jött a szórakozás, a közösségi program, Puporka Elemér and the Doctors, közös örömzene és éneklés. Székeket kellett bevinni a terembe, mert olyan sokan voltunk, hogy alig fértünk el. Második alkalommal játszhattam együtt Puporka Elemérrel, akivel azt gondolom, hogy jó barátok lettünk, és ez a mai együtt játszó örömzene, ez kifejezetten jól esett, és úgy láttam a többieken is, hogy mindenki élvezte ezt az estét. Hosszan készültem én is, és egész délután játszottunk Elemérre. Nekem nagy élmény volt. Örülök, hogy itt lehettem. Nevét se tudom még, kezét se fogom még, és csak azt tudom, hogy ő még csak most 14. A papa vigyáz rá, a mama vigyáz rá, nem tudja, mi vár, mi vár, mi vár rá. Részemről nem változik az érzés, hiszen hosszú évek óta van szerencsém szórakoztatni ezt a nagyon különleges és a társadalomnak egy kicsit takarásba levő közösségét, ha szabad így fogalmazok, akik a transzplantáltak. Én nem is figyelnék, és nem is nevetnék, ó, ha nem tudnám, hogy ő még csak most 14, nem hisz a mesében, ez van a szemében, nem tudni, mi van a fejében. Elkötelezett híve vagyok annak, hogy minden egyes alkalommal, amikor engem meghívnak, hogy muzsikáljak egyedül, közösségbe, megyek, rohanok, és ez így is fog maradni részemről, ameddig csak bírom.
Bécs, haza!